Sziasztok, én Krisz vagyok, és köszöntök mindenkit a legújabb videónkban. Kérlek, nézzétek el az orhangomat, egy icipicit megfáztam, de ez ebben a hideg őszi időben szinte mindennapos az embereknél. A mai videó egy igazán érdekes videó lesz, ugyanis egy kicsit más témát fog feldolgozni, mint az eddigiek, plusz lesz egy vendégszereplőnk. Aki esetleg követte a régi vlogokat, az ismerheti a csatornáról Antal Andrist, akivel már csináltam egy közös videót. Ekkor még nagyon fiatal voltam én is a videózásnak ezen a terén, és alapjáratában is fiatalabb voltam, mint most, Andris is, viszont most így 2-3 évvel később megbeszéltük, hogy találkozunk Tatabányán, és leforgattunk egy közös videót. Egyelőre ez még csak a beköszönés része, szóval most még nem fogom elmondani, hogy miről fog szólni a videó, de viszont amint találkoztunk Andrissal, ott ketten mindent elmondunk nektek. Találkozunk ott! Na hát, meg is érkezett Antal Andris kollégám. Szevasz, üdvözlök mindenkit! Régebben már videóztunk együtt, akkor ugyanúgy itt voltunk a csónim, csak nem így nézett ki, és teljesen más témában videóztunk. Plusz akkor még ő is ilyen volt, meg én is ilyen voltam. Van. Azóta én meghíztam, ő meg izmosodott. Azóta már kigyúrtuk magunkat, felújították itt a környezetet, úgyhogy újult erővel belevágunk. Pontosan. A mai videón koncepciója fotózás lesz, ami a csatornámon még nem igazán volt. Andrisnak viszont már volt egy ilyesmi témában videója, azt mindenképp ide vagy ide föl fogom rakni. Van kettő modellünk, egy férfi és egy hölgyemény, úgyhogy a mai videóban készíteni fogunk négy videót, amiből kettő modellfotó lesz, ugye a különböző nemeket fogjuk fotózni. Ezen kívül lesz egy őszi témában egy természetfotónk, és lesz egy városlátkép is őszi témában. Így van, úgyhogy győzzen a jobbik, ahogy mondanád. Hát igen. Végeztünk itt a csónakázótón, megvannak nagyjából a modellfotók az én részemről, és a természeti fotók is vannak tőlem is, meg Andristól is. Vágóképeztünk is, úgyhogy most tovább állunk, elmegyünk egy ilyen kis ösvényre, ahol van egy kisebb ösvény, körbe fák, ezt jól megmondtam, és utána bemegyünk a Tatabányai főtérre, mert ott lehet majd egész jó városi képeket csinálni így őszi témában. Én igazából eddig a természetfotós részével foglalkoztam, és úgy érzem, hogy ezzel már készen vagyok, úgyhogy nekem a modellfotózás fog következni, úgyhogy hajrá! Hajrá! Tovább is jöttünk ide a Tatabányai főtérre, amit mögöttem láthattok. Itt csináltunk még több modellfotót, és elkezdtük városképeket is leforgatni, lefotózni. Viszont még nem érezzük úgy, hogy kész lennénk, ezért mindjárt tovább haladunk, és csinálunk még. Így van. Hát végeztünk a fotók elkészítésével, még egy-két videófájt fölveszünk, hogy legyen egy kis tartalma is a videónak, mert amit beszéltünk az alapján körülbelül 30 másodperces lenne az egész. Úgyhogy most megmutatjuk nektek a fotókat, és utána kiköszönünk.
Srácok, a mai videó végére értünk. Én nagyon szépen köszönöm Andrisnak a jelenlétet. Én is köszönöm szépen, nagyon király volt ez a nap. És a következő videót közösen majd 3 év múlva megint leforgatjuk. Így van. Ilyen jubileum lesz. Úgyhogy majd szakálláson és gyerekekkel körülvéve láthatok legközelebb. Hát vagy addigra meghalunk. Na csumi!